A fényképen az anya úgy, ahogy Katalin emlékeiben él, fiatalon és szépen, és az apa, a háborúban meghalt polihisztor, író és nyelvész Szécsi Ferenc. Innentől kezdve már csak néhány óra van a nagy találkozásig. A helyszín Mária lakása és a nővére az öregek otthonából idehozza az anyát, hogy évtizedek múltán láthassa középső gyermekét. Nincs bennem félelem, most csak izgalom van, meg őt féltem, hogy nehogy rosszul legyen, 85 éves. És mindannyiunknak, az egész családnak, azoknak is, akik utánunk jönnek, az én kislányomnak és az én unokámnak is ez a béke. És hogy nem úgy kell gondolniuk az elődökre, hogy háborúztak és hogy nem tudtak soha békét kötni. Biztos, hogy ez egy borzasztó örökség. Nem jönnek. Hi there, sweetie. Hey, she is. Yes, she is. Don't cry. Baby, hát szintben mostam, itt van a kis feketém. Eljöttem hozzád, látod? Hangosabban beszélni. Eljöttem hozzád. Nagyon szép tőled. Mielőtt én elmegyek, eljöttél. El kellett jönnöm. Szép vagy. Mutatok neked valamit. Ebből lettünk mi. Mi ebből lettünk, és ha nekünk szép szemünk van, akkor tőletek van. Sikati. Itt van a harmadik gyereked is. És a Marika bekereteszteti, és oda teszed. De milyen jó képű. Ugye ez tudod, ez a Pali. Tudom, milyen szép. Figyelj ide, anya, nézd rám. Ő küldi neked. Mi megbeszéltük Budapesten, hogy én ezt elhozom neked. Köszönöm. És ha van hova kitenni, van. Akkor tedd oda ki, mert ő velünk van. Most is itt van. Tudom. Hidd el, hogy itt van. Tudom, elhiszem. Itt van velünk. Elhiszem, hogy itt van. Mi megbeszéltük, hogy én eljövök. I love you, mom. És az anya lányával fél órával, egy órával és két és fél órával később. Van miről beszélgetni. Bocsáss. Nem kell. Anya, figyelj ide. Figyelj ide. Nagyon szépen kérlek. Nézd rám. Ám nem az anya, hanem a lányok kérése, hogy hallgassák meg Pali egyik dalát. Szécsi Pál anyja most hallja életében először fiát énekelni. Ezt akkor írta, amikor én mentem Magyarországra. Akkor énekeltem. Ment minden könnyedén, együtt mentünk haza az úton, és a többit nem. Hamarosan hallani fogják Szécsi Pál anyját, aki elmondja, miért hagyta el gyermekeit. De előtte nézzünk körül abban az öreg otthonban, ahol él, és ahol mindenki kedvence Szécsi Ferencné, vagy ahogy ott ismerik, Klára Denisz.